Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teljekedben. Péntek van, Jézus szent nevéről vesszük a szentmise imádságait, ugyanakkor pedig megemlékezünk a szervita rend 7 szent alapítójáról is, és kérjük az ő imádságaikat. A mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk vele! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk a szűzösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Szentmisét fölajánlom az Oszkai család élő és elhunyt hozzátartozóiért. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add meg kegyesen, hogy akik Jézus szent nevét tiszteljük, már a földön érezzük vigasztaló erejét, a mennyben pedig beteljünk örökké tartó örömével. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből.
A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Amikor Noé leszármazottai keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz. Gyertek, csináljunk téglát, és égessük ki. A tégla épületkőgyalánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szórodjunk szét a földön. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek, így szólt. Íme egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Azután semmi sem lesz lehetetlen, aminek megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét. Az Úr tehát célt szólta őket, onnét az egész földön, és abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét, és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hála. Szent Márk könyvéből. Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk.
Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért? Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyel engem és tanításomat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Aztán még hozzáfűzte. Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalmában eljövő országát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Egy hete szombaton kezdtük felolvasni Márk könyvéből a 8. fejezetet, mai napon tulajdonképpen le is zártuk ezzel a felolvasott evangélium szakasszal. Eddig szó volt a második kenyérszaporításról, itt a 8. fejezetben, majd a farizeusok égi jelet kértek Jézustól, amelyet természetesen megtagadott, hiszen adott már elég jelet, betegeket gyógyított, megszállottakat szabadított meg, halottat támasztott fel, kenyeret szaporított, megetetett több ezer embert kenyérrel és hallal. Hát ennél több jel kinek kell. De ezek szerint nem volt ez elég. Olyan jelet kívántak, amelyet ők határoznak meg. Azt a jelet adja, amit ők kívánnak. Ne azt, amit ő gondol. Önző társaság. Ezután Betszaidába érkezett, ahol egy vakot gyógyított meg. Ez is egy jel, melyik orvos tudta visszaadni annak a látását, vagy akár ott volt a vérfolyásos asszonynak a története, minden pénzét rá költötte az akkori orvosokra, és nem tudták meggyógyítani. Ha csak a ruhája szélét érintem, meggyógyulok, gondolta az asszony, és meggyógyult, tehát kell ennél több jel. Tegnap Péter hitvallását olvastuk fel, ugyanakkor hozzá kapcsolódik az a szakasz is, amikor Péter már a hitvallást követően félrevonja Jézust, mert Jézus feltárja, egészen nyíltan beszél nekik arról, hogy neki Jeruzsálembe föl kell majd menni, és aztán ott megkínozzák, megölik. De harmadnapra feltámad, ezt mindig hozzá kell tenni, mikor ezt az idézetet is valahol mondjuk. Tehát harmadnapra feltámad, ezt is mondta. Péter ekkor félrevonta, bár ezt a szakaszt nem olvastuk fel, és rászólt Jézusra, hogy ez nem történhet meg. Jézus pedig Sátánnak nevezi. Távozz tőlem, Sátán. Mert nem az Isten ügyében jársz. Emberi módon gondolkodsz. Vagyis az, amit Péter mondott, senki üdvösségét nem szolgálja. Sőt, ő maga Péter az üdvösség útjába áll ezzel a kijelentéssel. Nem történhet meg ez veled. Tudjuk nagyon jól, hogy Márk könyvében, meg más evangélistánál is, amelyek hozzák ugye a jövendőlést az ő szenvedéséről, háromszor jövendől. Háromszor hívja föl a hallgatóság figyelmét arra, hogy neki szenvednie kell, de harmadnapra majd föl fog támadni. Márk könyvében a 8. fejezetben olvasunk először erről. Aztán a 9. megint csak megemlíti, hogy Jézus azt mondta, föl kell mennie Jeruzsálembe, harmadnapra viszont majd föltámad. És a 10. fejezetben megint említi, hogy fölmegy Jeruzsálembe, de akkor már közel vannak Jeruzsálemhez, akkor már az úti cél az meg van határozva,
Szenvednie kell, meg fog halni és föl fog támadni. Az idén csak az első két jövendőlést olvassuk föl, a harmadikat azt most elhagyjuk az idén. Jövő héten kedden, vagyis hamvazó szerda előtt fogjuk a második jövendőlést hallani. Jézus miután röviden, de határozottan elbeszélte, hogy mi fog történni vele, rátér a tanítványok sorsára. Erről volt szó a mai evangéliumi szakaszban. Tudjuk nagyon jól, hogy Jézus sosem árult zsákba macskát. Mindig határozottan és kerekperec megmondta, hogy mi lesz. Mindenkivel kapcsolatban, aki kérdéssel fordult felé, vagy aki felé ugye nyilatkozott. Nem kertelt. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Világosan elmondja. Lehet ábrándozni arról, hogy majd üdvözülni fogok, és én is biztosan a mennybe fogok följutni, ha egyrészt nem hiszek. Másrészt pedig óckodom a keresztelkedéstől. Akkor ne várjak semmit. Mai evangéliumi szakaszban is nyíltan beszél. Aki vállalja a keresztjét, felveszi és hordozza, na az majd követőm lesz. Hiszen ugye, ahogy máshol fogalmazta meg, a tanítvány nem lehet több, mint a mestere. Sőt, hát a tanítványnak is ugyanaz a sorsa, ha a mestert követi. És itt a mester ugye világosan elmondta, hogy szenvednie kell. De a tanítványnak se lesz könnyebb a dolga. Mi is tudunk szenvedni, szoktunk is. Sokszor ráfogjuk másra, pedig saját magunktól szenvedünk a legtöbbet. Csak ugye nem valljuk be, tagadjuk, mert az könnyebb. Ez a feladat, amit itt mai evangéliumban elénk állított, nem könnyű. Sőt, némi önismeretet is igényel. Hiszen, ha nem ismerem magamat, akkor csak úgy sodródom az árral. De ha már ismerem magamat, a képességeimet és a gyengeségeimet egyaránt, ez fontos mind a kettőt ismerni, akkor már is ugye vállalom, akkor már föl tudom venni a keresztemet, és tudom hordozni. Ezt meg kell tennem, mert ez a feltétele, az egyik feltétele a Krisztus követésnek. Az első az, hogy a hit. Ugye, ahogy Péterrel kapcsolatban hallottuk. Megvallom-e Jézust a Messiásnak? Vagy pedig keresztelő János látom benne, vagy Illést, vagy az egyik prófétát, ahogy ugye a tanítványok válaszoltak Jézus kérdésére. Kinek tartanak engem az emberek? Jó, oké, ők ennek tartanak. És ti kinek tartotok? Péter válaszol mindenki nevében, te vagy a Messiás. Másik evangélista még hozzáfűzi Péter szájába adva a szavakat, az Isten egyszült fia. Tehát ez az elsődleges, hogy a hit. Elhiszem, vagy nem hiszem el? És itt egy újabb követelménnyel áll elő, pontosabban újabb feltételt szab, az ember vállalja a keresztjét, vegye vállára és cipelje. Tehát önismeret, gyengeségeimet, képességeimet ismerem, akkor tudom vállalni saját magamat, Isten és magam előtt, na meg aztán mások előtt is. Ezt sokan nem teszik meg, sokan nem vállalják magukat, és ráfognak mindent az Istenre vagy másokra, és aztán mert úgy megint csak könnyebb, ugye. De vállalni önmagamat, felvenni a vállamra a keresztemet és cipelni. És persze még ami az életben adódik, ugye, akár betegségeket, tragédiákat is vállalni, hogy ez történt velem. Vállamra veszem a keresztet, és cipelem.
Szent Pál apostol szépen fogalmazza meg, hogy ezzel kiegészítem azt, ami hiányzik Jézus szenvedéséből. Így tudok azonosulni Jézussal, ezzel a kereszt hordozással. Mert helyettem nem tudja Jézus hordozni a keresztet, az az enyém, azt nekem kell. De tudok vele egyesülni a szenvedésben, a kereszt hordozásban is. Erre buzdít a mai evangéliumi szakaszban az Úr Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, a feladat nem kicsi. Össze kell szednünk magunkat, önismeretre szert tenni, vállalni önmagunkat Isten és ember előtt, és aztán hordozni a keresztünket, keresztjeinket, hogy valódi Krisztus követővé válhassunk. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszt halála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Az itt egybegyűlt, és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Szentséges atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaiért kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségért kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, nyisd ki segítő jobbodat néped felé, amikről irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Atyánk, fogadd el áldozati adományainkat Jézus nevéért. Benne biztos meghallgatást remélhetünk, amint maga Szent Fiad megígérte. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hálát adunk neked, szent és erős Istenünk, mert te irányítod a világ sorsát, és gondot viselsz minden emberre. Te egy közösségbe gyűjtesz össze minket, hogy szavadat minnyájan halljuk és kövessük fiadat élő hittel. Ő az út, aki elvezet hozzád, az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. Nagy jóságodért hálát adunk, Atyánk, néked, a mi Urunk Szent Jézus Krisztus által,
Az angyalokkal mi is együtt énekelünk, és fölséged dicséretére zengjük. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjai velünk vagy mindig. De kiváltképp most midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitten valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, végy fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével,
az apostolokkal és a vértanúkkal, remete Szent Pál és Boldog Özséb atyánkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miként nem is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Szándékod szerint békében is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtetben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus Krisztus testvére. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Nem adott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhet. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Amen.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, add meg irgalmasan, hogy az Úr Jézust ebben a szentségben méltó módon tiszteljük, hiszen úgy akartad, hogy nevére minden tér meghajoljon, és minden ember üdvösségre jusson. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek megy.